Itt vagyunk, csá, bobozunk itt Miskolc tapolcán. Tényleg, amíg férünk el úgy. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok. Elérkezt, az a, most jut eszembe. Egy hónap múlva vissza a suliba videó, és te már nyolcadikos lesz-e. Normális vagy? Te meg tizedikes. Szóval elérkeztünk a következő videónkhoz. Kirándulós vlog, Miskolc mellé mezőzomborra fogunk ellátogatni. Utána pedig Miskolc tapolcán fogunk aludni, ahol bobozni fogunk. Megajándékozlak titeket egy kis bobozással. Úgyhogy 4 óra út vár ránk, induljunk is. Hogyha nem állunk meg, négy. Illetve először, hogy művelődjetek egy kicsikét, meg lássunk valami nagyon érdekeset. Interaktív vasútmodell kiállítást is meg fogunk nézni. Nagyon érdekes szerintem. Felkerestek minket, hogy nézzük meg, meghívnak bennünket, úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. Ez mezőzomboron van, úgyhogy irány mezőzombor. Jó. Indulás, ádjú középen. Mózika, hozz vissza! Hozz vissza! Ugye ezt a kiskutyát találtuk, akit befogadtunk. Nagyon aranyos, szia! Mózika, szeret játszani, már most látszik. Szia! Ugye aranyos fiatal. Vagy. Egy fiatal kisfi. Ezt a labdát úgy szép fogja harapdálni. Nem baj. Jó kis házérző lesz belőled, ugye? Mózika. Úgy is néz ki, mint egy vérem. Tényleg. Ugyanígy. Van, elfáradtatok? Igen. 4 óra volt az út, de ide értünk. Ja. És egyszer álltunk csak meg. Ti meg végig aludtátok majdnem az egész. Fél órát aludtam. Úgyhogy megérkeztünk ide a miniatúrhoz, interaktív vasútmodell kiállítás. Ezt fogjuk megnézni. Megérkeztünk ide, ugye Miskolctól hány kilométer van körülbelül, Krisztián? Nincs olyan messze. 35 kilométer. 35 kilométerre mezőzomboron vagyunk, és most egy elég érdekes technikát láttok itt mögöttünk. Krisztián mindjárt el fogja mondani nekünk, hogy mire számíthatunk itt, konkrétan, hogy mit fogunk látni. Erre a helyre minket most beengedtek, a látogatókat nem mindig engedik ide be, de Krisztián, mit fogunk ma itt látni nálatok? Megnézzük a nagy terepasztalt, ami 18 méter hosszú és 3 méter széles, illetve megnézzük még több kiállított diorámát, amik vitrinekbe vannak zárva, úgyhogy ezeket ki is fogjuk próbálni, mert nagyon sok interaktív gomb tartozik ezekhez. Nagyon jó, és ha jól tudom, akkor 2 évig építettétek, igaz? 2 évig, 12-en vettünk benne részt, és 13 ezer munkaóra volt ez a kérdés. Ez igen, úgyhogy ezt fogjuk most látni, kíváncsiak vagyunk. Itt a kilométer óráit látjuk az egyes mozdonyoknak, az alsó 3 képernyőn látjuk a teljes pályarajzot, 288 méter sín van a terepasztalon, 116 váltó, és 20 szerelvény közlekedik egymást váltva. Az igen, és hogyha jól tudom, akkor van itt is, hogy 10 percenként váltogatja magát a nappal és az éjszaka, igaz? Így van, 10 perc nappal és 7 perc éjszaka, most ezt egy picit lejjebb vettük. Aha, kicsit hosszú értem. Volt. Nagyon jó, oké. Nagyon sok gombot láthattok itt a vitrinek előtt, és képzeljétek el, hogy ezeket lehet itt nyomogatni, hogyha itt jártok. Ádika, gyere, hogyha ezt megnyomod, álltok pisilni fog a csávó. Nyomd meg. De ne hosszan! Oké. Nagyon jó, szerintem el fog állni, hogy ilyen sokat pisil. Igen, hát. És ha ezt megnyomjuk, akkor itt meg a... Ne kukucskáljunk. Egyszer kell megnyomni, és itt pedig a fény, de nagyon jó, ki van dolgozva minden. Nézzük meg a következőt. Itt! Na, Ákos! Mit csinál? Nem tudom. Én sem. Lefele meg főfele kell várja, mert meg kell nézni, hogy mit csinál. Targonca. Mit látunk itt, Krisztián? Targonca villája. Targonca villája fog emelkedni. Igen. Ja, ott lassan megy föl. Lassan megy föl, tényleg? Ezt, hogyha nem mondja most Krisztián, akkor észre se vesszük. Nagyon király. De jó, hát tényleg ki van dolgozva minden részlete ennek az egésznek. És még bent nem is voltunk, nézzük meg a többit. Ezt is mind akkor ti építettétek, Krisztián. Így van, így van. Itt ezek közül mindegyiken van egy-egy mozgás. Igen. Mert hogyha lefelé húzod, akkor a harangot lehet leengedni. Tényleg a harangot engedi le. De jó. Ez nagyon durva. Gombokat is nyomjuk. Megnyom. Aha, fölkapcsoltam a lámpát. Nagyon jó. Nagyon szuper. Itt pedig a szarvas feje fog mozogni, ugye? Így van. De durva. Tényleg, mint valami kis mozgatja. Ott mozog tényleg az ember. Észre kell venni, hogy mi mozog. Nem, ezzel mozog. Itt valami kisgyerek nyomogatja. Tényleg.
Itt pedig a lámpát lehet felkapcsolni. Megérkeztünk a lényeghez, ez egy hatalmas területen van kiépítve. Ugye itt mennek a vonatok, nagyon érdekes, ugye mini, ez a lényege, hogy mini a tűr, ugye, ez egész. És mindent kézzel építettek, ahogy az előbb elmondtuk nektek, 2 évig. Úgyhogy itt folyamatosan mennek a vonatok, menetrend szerint talán, Krisztián? Menetrend szerint mennek a vonatok. Ugye ahol az előző szobában benn voltunk, ugye ott látjátok, hogy mennyivel mennek a vonatok, mindent komputer irányít. És akkor ez 0-24-ben megy az egész, igaz? Reggel, amikor kinyitunk, akkor elindítjuk. Igen. Záráskor pedig mindent szépen leállítunk. Nagyon jó, nagyon jó. És ugye 10 perc nappal, 7 perc éjszaka. Igen. Most itt is meg lehet nyomni a gombot, ezt nézzétek, és mozog a feje. De rá kell jönni, hogy melyik gomb mit csinál tényleg, mert ez hatalmas. Lehet az úthengert is irányítani, hogyha nyomjuk a gombot, ez brutális. Ez mennyi türelem kell? Brutális. Ez felépítő, és tényleg minden apró részletet kézzel csináltatok akkor. Igen. Brutális. És tényleg, hogy mennek a vonatok. Most ezt a vonatot irányítani fogom, megnyomom a gombot. De jó! Ez a gyerekeknek nagyon érdekes, de szerintem a felnőtteknek is. Késésre lehet számítani, visszahívjuk a vonatot. Nagyon jó. Terepasztal egy fantázia terepasztal, de tematikája Kelet-Magyarország. Értem. Gödöllőtől indulunk egészen ide Tokaj-hegy aljáig. Hát, igen, itt vannak a szőlők. Tényleg, ez brutális, ahogy ez meg lett csinálva. Nagyon ügyesek vagytok. Úgyhogy bátran ajánljuk mindenkinek, kedves nézők, hogyha itt vagytok Miskolc közelébe, vagy Kelet-Magyarországon, akkor Mezőzomboron ugye megtaláljátok ezt a helyet. Várnak mindenkit sok szeretettel, osztálykirándulás, család, barátok, ezt érdemes megnézni, mert ez nagyon érdekes. Itt látjátok az egész terepasztalt, hamarosan be fog sötétedni, úgyis meg fogjuk nézni, de látjátok itt a szőlős, ugye, tényleg egész Gödöllőig ki van dolgozva szépen. Integessetek a kamerának! Sziasztok, srácok! Sziasztok! Elkezdett sötétedni, körülbelül 1 percig tart ez a sötétedés. Felkapcsolódnak a lámpák. Itt van a vonatállomás. Besötétedett, természetesen a vonatok járnak. Ezt meg kell nézni élőbe. Mondta Krisztián, hogy amikor besötétedik, körülbelül 1000 LED világít egyszerre. Úgyhogy leírásban megtaláljátok az elérhetőségeket, ha erre jártok. Meg ha nem, akkor is meg lehet tekinteni. Nézzétek meg. Megérkeztünk ide Miskolctapolcára, elfoglaltuk a szállást. Éhesek vagyunk. Igen. Rajtam nem látszik, ha a szépségű esély. És utána bobozás! Jó! Azt már várom. Én is várom. Kíváncsi vagyok, milyen. Jó lesz. Én múltkor mentem a Nikivel. Nagyon jó volt, nagyon szép környezetben van, ilyen erdős részen mész fel, és úgy, de fékezni kell. Első körben megnézem pályán, második körben meg tudom nyújtani. De nem mehetsz csak egyet. Azt mondták, ki van írva, hogy na Ádám, csak egy kör. Igen, jó. Okay. És az is kétszeres Ádám. Ja. Jó. Amúgy jó, hogy beszéltem, és nem figyeltetek. Mondjad? Nem láttunk mókust. Láttunk mókust. Bocsánat, ki figyelünk rád. Képzeljétek el, hogy kihozták a pálinkát. Én még ilyet nem láttam, hogy itt hozzák ki. Érdekes. De mit nézze, nem tudom. Ádi, ezt megbírod el? Nem, azért így. Jó, hát nem tudom, mikor megy ki az edzős videó, de ez például tavaly készült ez a videó, amit látok, 2023-ban. Nem igaz. Kérlek, esküd. Nézd, ki fog jönni. Várjál, ide letettem, ki fog jönni, látod? És meg lehet simogatni őket szerintem. Na gyertek! Gyere, kocsa! Kácsa! Kácsa! Nem harap meg! Nem harap meg! Csak jöjjön, engedd meg, hogy följebb jöjjön. Tedd oda le neki, és akkor meg lehet simogatni, látod? Kicsit fél, de a kajája ide fog jönni. Na Ádi, kapd el a kocsát. Simogasd meg. Simogasd már meg, nem harap. De fél. Fél, persze. Na anya, etesd meg a kocsákat, légy szíves. Értek ide. A halak is küzdenek amúgy a kajáé, nem csak a kocsák. De itt nagyon sokan etetik őket. Azt a mekkora ponty van ott, ja. Meg csípett. Ja, azt hittek, hogy kaja az ujja. És fáj.
Mehetünk bobozni? Nem. Mehetünk. Nem, nem akarsz bobozni? Menjünk. Meg nem voltam itt, azt hiszem. Nem? Még azt hiszem nem. Jó, most egy kicsit megyünk főfele. Itt vagyunk, bobozunk az Ákossal, alig fértünk bele a bobba, amúgy ketten. Ja. Szép nyomod a golyóimat amúgy. Na jó van, sajnálom. Itt vagyunk, cseh, bobozunk itt Miskoszt a polcán. Tényleg alig férünk el, amúgy. Jó, tedd vissza a nyakadba, nehogy elrepítsd a kamerát. Levideózzuk nektek az utat. Hogy néz ki Miskolc Tapolcán a boppája. Tök szép erdős részen megyünk fel, és itt amúgy mókusokat láttunk múltkor a Nikivel. Ákos, el ne dobd a kamerát. Jó, hát majd nekem kapaszkodnom kell, mert de előre esek. Ja, jó van. Nyomom neki, nézd meg lassan már. Ja, jó van. Lassan fogunk menni, jó? Jó. Én bízok bennem. Bízol bennem? Bízok bennem. Nagyon jó. Hogyha én vezettem volna, szerintem amúgy azt nem engedték. Jó, utána mehettek egyedül, és akkor nyomhatjátok neki. Jó van. Én óvatos vagyok amúgy az ilyen bobokkal. Ja, nem azért mondom, mert a magasabbnak kell hátul ülnie. Ja, mert akkor aki vezet és hát alacsonyabb, akkor nem lát előre. Csak ketten vagyunk 200 kilók, érted? Na mindegy. Mert te mennyi vagy? Nem mondom meg. Jó van, én 60. Akkor nem vagyunk 200. 110 vagy? Utána majd kamera nélkül nyomhatjátok neki. Jó van. És akkor nézőknek megmutatjuk, hogy milyen. Itt vagyunk, bobozunk. Csak nem szokott. Ja, és azt mondták, hogy ha esik az eső, akkor le fogják állítani. De már nem úgy közben, mert amúgy elég borongós az idő. Ja. Úgyhogy akkor nyomhatjuk neki. Mehetünk? Mehetünk. Nézők készen állnak. És akkor nyomom neki. Csapjad neki. Csapom neki. Jó. Jaj. Jó. Arra tűnj a merre! Állj! Fogd a kamerát! Te azt tudod! Fogd a kamerát! Itt kicsit nehéz! Szép nélkül! Jaj! Anya. Ah. Igen, néztük, hogy nem kattant a fotó. Na nem baj. Biztos néztek, hogy raktak a kamerát. Jó volt? Aha. Jön az Ákos is. Oh, anyáik sikítoznak. Hoppá. Anya sikít. Gyors volt! Lehet hallani a öröm! Hát én hallottam, ahogy ordítottál! Itt lassíts, Dani! Lassíts! Innen lehetett hallani a örök! Jól! Hallottátok a csinálni? Nyomjad még, nyomjad! Ja, nyomom még, csak mire kiszállunk anyával az egyik! Jó volt? Jó volt! Köszönöm, megyek! Jó, most már ez lesz az utolsó. Elkényszerítettél rá, hogy menjek. Elköltitek a YouTube fizetését. Mondom, te kényszerítettél rá, hogy YouTube. Én kényszerítettem. Nem kellett azért annyira kényszeríteni. Ádi? Fékezel? Nem. Nem? Miért? Felesleges, nem borulok ki. Nem borulsz ki. Ákos, te? Hát én már majd kiborultam szerintem. Jó, lassan zöld lesz a lámpa, és akkor mehetsz. Piros a lámpa, a videóban sárgának látszik, és ha zöld lesz, akkor mehetsz. Itt fogom nyomni. Nyomjad neki. Jó, majd lent találkozunk. Csá, nyomjad neki. A Ákos, az Ádika lemaradt? Aha. Most jön. Ja. Ott jön. Már jön is. Már jön is. Ott jön a kis aranyos. Na jó volt? Hallott?
hallatszódott ki a vád? Hallatszódott. Nem fékezté? Nem. Most jó, én se. Majdnem kiborultam. Szép gyerek. Nem tudsz ebből kiborulni, fogja az alja. Jó volt? Ja, jó volt. Mehetünk? Mehetünk. Ja. Amúgy nem bírnak magukkal. Fejezzétek be, nem otthon vagytok. Beledoblak titeket a vízbe mindjárt. Na, majd mi téged? Na, ne magánykodj. Viccetem, viccetem. Megálltunk mókusokat nézni, mert anya azt mondta, hogy itt vannak mókusok. Egyetlen. Egyetlen egyet se látunk. Szoktak itt lenni most. Az Ádi meg keménykedik itt nekem, de most ettem fagyit, hagyjál már. Már nem keménykedik. Mókus fenn a fán. Hol? Tudod, mi volt a... óvodás koromban mi az? Milyen mókus volt? Mókuska. Nem az! Ilyen füzet, könyv, mókus. Mókus luca. Mókus luca, azt szerettem nagyon. Igen. Aztán. Ilyen foglalkoztató mesekönyv volt, de szerettem. Na amúgy az edződ mit fog szólni, hogy fagyisztál, meg hamburger tettél? Hát ez 2023-ban lesz fővében. Igen. Egy éve ezelőtt. Igen. Csak most tesszük ki. Ja. Persze. Na, mennyi, megcsüpet egy kutya. Várjál, egy év. Most mondod, hogy egy éve ezelőtt, de 2023-ban vettük fel. Érted? Ahol kezdődött a videó, ott végződik. Jó volt, srácok? Aha, köszönjük szépen. Már az utazást nem nagyon bírták. Hát jó. Az Audi szélvedője be is repett. Ha arra megyek az M3-ason, ilyen dolgok történnek mindig az autóval, de nem baj, szuperül éreztük magunkat. Bízunk benne, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Ha tetszett a videó, akkor... lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nagy Dániel csatornájára. Köszönjük szépen! Sziasztok!